Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Green Cat és Do It Yourself, és ma nagy lyukakat fogunk fúrni fába. Öt módszert mutatunk rá, hogy ezt hogyan is kell csinálni. Amikor fába való lyukfúrásról beszélünk, akkor mindenkinek az általános fúrószár jut eszébe. Alapgondolat, hogy ha nagyobbat szeretnék fúrni, veszek egy nagyobbat. De ennek ugye egy idő után elfogyik a mérete, és nem tudunk nagyobbat vásárolni. Mi történik ilyenkor? Igen, hát ekkor jön az, hogy olyan vastag fúrószár van, amit már a fúró képtelen lenne befogni, avagy nem is lehet ilyet kapni, de van megoldás, hiszen létezik egy úgynevezett pohárfúró például, amelyen körbe fogak vannak, mint egy fűrészen, és ezzel igazából bármekkora lyukat kifúrhatunk, mert van ebből egyre növekvő méretben hozzávaló. De ez kimondottan csak arra való, hogy átfúrjuk a fát. Ha olyan terveink vannak, hogy nem fúrjuk teljesen át, hanem fenéklyukat fúrunk, erre a célra fenéklyuk fúró létezik. Ővel át lehet fúrni a fát persze, de a túloldalon elég csúnyán kiszakítja, ezért nem biztos, hogy kimondottan erre való, de olyan lyukak, ami a kivetőpánnak való, például csak ilyen fúróval fúrhatók ki. De van még megoldás, ami nagyon olcsó, és kimondottan jó is, egy egyszerű fémlapka gyakorlatilag, maga ez a lapos fúró, hozzávaló vezetőtüskével és szépen kiköszörülve, ezzel egész nagyméretű lukakat tudunk fúrni, amelyek aztán át is mehetnek a fán, de vigyázni kell, mert ez is szakítani tud a túloldalon, és ezzel viszont a másik oldalról, ha rásegítünk, akkor szép furatot tudunk produkálni. De van még egy szerszám, amivel bármekkora méretű furatot elkészíthetünk, vagy lyukat, és itt már nem kell a kerek lyukakra gondolni, akár négyzetest is, ez a felső maró. Ebben olyan speciális kis fej is kapható, amely kimondottan arra való, hogy az anyagot kivágja nekünk. És most akkor nézzük meg, hogy gyakorlatban hogyan néznek ezek ki, próbáljuk ki, és lássuk, hogy hogyan megy. Sima fafúróval készíthetünk kisebb és nagyobb furatokat is, viszont egy idő után nem fogunk tudni nagyobb fúrószárat a gépünkbe fogni. Ezeket a fúrókat minél erősebben nyomjuk, annál csúnyább minőségű furatot készít a túloldalon. A pohárfúrónál a kifúrt lyuk mérete a pohárfúrónk nagyságától függ, az átfúrható anyag vastagsága megegyezik a pohár mélységével. A pohárfúrót fúrás közben egy kicsit billegtessük, mert akkor könnyebben kihordja a forgácsot. A pohárfúrót is használhatjuk mind a két irányból, de ha csak egy irányból használjuk, akkor is elfogadható a másik oldalon hagyott lyuk minősége. Pohárfúróból több méretet is vásárolhatunk. A lapos fúró nagyon jól és precízen halad a fában, de a túloldalon elég csúnya munkát végez. Ha azt szeretnénk, hogy a túloldali furatunk szélei is megfelelőek legyenek, akkor amikor már a vezetőnk átért az anyagon, fordítsuk azt meg, és onnan is kezdjünk fúrni. Ha ezzel a fúróval teljesen áthaladunk az anyagon, a másik oldalon csúnya szaggatást csinál. A fenéklyuk fúróval általában nem átmenő lyukakat készítünk. A legjobb minőségű furatot ő készíti, szép a bemenő rész, viszont ha átnyomjuk az anyagon, akkor csúnyán szakít. Ebből is több méret kapható. A felső maróval készített lyukak esetén se a forma, se a méret nincs meghatározva. Egyetlen egy dologra kell figyeljünk, hogy a lyukfúráshoz sablont kell készítenünk. A felső maróval érdemes egyre mélyülő vágatokat készíteni, míg át nem érkezünk az anyag túloldalára. Persze, az anyag vastagság itt is a marókés hosszától függ. We'll be right back.
A marógéppel készített furat mind a két oldalon tökéletes lesz. Most már magabiztosan állhatunk neki a fába való furatok készítésének. Én azt hiszem, hogy megpróbáltunk bemutatni mindent, persze vannak egyéb módszerek is, de úgy hiszem, egy barkácsoló kelléktárába ettől több minden nem igen kell. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna nektek mutatni, ha bármilyen kérdésetek van, akkor az kommentben tegyétek föl, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!